A negyedik feladat A példájában az x egyenlő egy pontban kell vizsgálnunk ennek a függvénynek a folytonosságát. Előadás gyakorlatról mit tudunk? Függvényünk, akkor mondjuk folytonosnak, hogyha a határértéke abban a pontban létezik és egyenlő a helyettesítési értékkel. Hát itt tulajdonképpen az a fő, hogy ez itt a baloldali határérték, jobboldali határérték, és itt ez itt a helyettesítési érték. Ugye ez a három szám, egy számnak kell lenni egyenlő. Jó? No, tehát szép van szerve bal meg jobboldali határérték, de egyértelműen azért, mert tessék megnézni, hogy a pont előtt másképp van definiálva, pont után másképp van definiálva, tehát természetesen tényleg külön-külön fogjuk kiszámolni a függvénynek a baloldali határértékét ebben a pontban. Kiszámoljuk a meghatározzuk a függvénynek az adott pontban fölvett helyettesítési értékét, és természetesen kell még nekünk a jobboldali határérték, és ide, ugye, vagy aláírjuk az eredményt, három egyforma számot kell írni, tehát ez pedig a jobboldali határérték. Na, balról jobbra megyünk, habár ugye az F1-et a legkönnyebb megadni, de balról jobbra nézzük a függvénynek a határértékét, ugye, az egy pontban, de a bal oldali. Na most, amennyiben ugye az azt jelenti bal oldali határérték, hogy az x az kisebb, mint egy. Ha az x kisebb, mint egy, akkor az fx ugye ezzel a függvény van definiálva, tehát ennek a függvénynek kell venni a határértékét. Határérték számításnál mit tanultunk? Ugye, hogyha véges helyen kell venni a határértéket, első lépésben behelyettesítem ebbe a kifejezésbe azt a számot, ahová tartozik. Tehát x helyére egyet írva, 1 per, azt fogunk kapni, hogy 1 per 0 van ott a kitevőben. Ugye ezt csak így jelöljük, mert nyilván 0-val nem lehet osztani. De megtanultuk egy ilyen típusú határértékre vonatkozóan, vagy azt kapjuk, hogy ez végtelen, vagy mínusz végtelen, vagy nem létezik. Annak megfelelően, hogy az előjelet tudom-e garantálni. Előjelet. Ennek a kifejezésnek az előjelet. Hát nézzük, ugye itt vagyunk, az x ugye egynél kisebb, itt a nulla, tehát az x-et valahonnan innen kell választani. Ugye mondtam, hogy meg lehet írni 0,9-et is, de alapvetően jól látszik, hogy az x az kisebb, mint az 1. Ebben az esetben azaz az x minusz 1 az kisebb, mint 0. Tehát tudom garantálni az előjelet, ugye, mert csak baloldali határérték van, ebből következik, hogy ugye, az előjelet garantáljuk, negatív lesz, hogy akkor ez a határérték, azaz ez, ugye, hogyha x tart az 1-be balról, akkor ez mínusz v, talán ne legyen elő. Jó, most már csak az kell, hogy ismerjük az exponenciális függvényt, ugye, az pedig nagyon sokszor már lerajzoltuk, ugye ez itt az E a T függvényünk, ennek kell tudni a határértékét a mínusz végtelenben, ugye? Hát ezt jól látjuk, meg tudjuk is, hogy az E az exponenciális függvény, E a T függvénynek a határérték a mínusz végtelenben nullával lesz egyenlő. Tehát megvan a baloldali határérték. Na, mindenhogy lássuk. Meghatároztuk, ez itt nulla. Jöjjön a következő, ugye a függvénynek a helyettesítési értéke az adott pontban, tehát az F1-et kell kiszámolnom. F1. Na nézzük. Ha x egyenlő 1, akkor a függvényük úgy van definiálva nulla. Hát ez nagyon könnyű volt, nyilván, akkor ez itt megvan, hogy nulla, ez az érték is. Na hát, hogyha itt balról jobbról haladunk, akkor már láthatjuk, hogy a baloldali határérték egyenlő, ugye ez a helyettesítési értékkel. Akkor ekkor szoktuk mondani, hogy a függvény biztosan balról folytonos, hát hogy aztán jobbról is, az ahhoz szükségünk van a függvénynek a ugye, jobboldali határértékére. Na most, ez azt jelenti, hogy ugye egynél nagyobb számokon keresztül közelítünk ehhez a ponthoz, tehát x nagyobb, mint 1 esetén, fx helyére, ugye, ha x nagyobb, mint 1, ezt kell beírni, x nézet, mínusz 2x plusz 1 per x nézet, mínusz 1-et. Egyben kell vizsgálni a határérték, ez egy szám, behelyettesítjük, ugye az 1-ből, az x betűjével az 1-et.
akkor egyből kettő, meg egy, per, egyből egy, hups, ez, nulla per nulla típus, hát ugye? Tehát akkor ide is azt írom, hiszen nullával nem lehet osztani. Na most, ellentétben ugye az 1 per nullával, ami ugye azt a három lehetőséget adja, nulla per nullával kapcsolatban azt tudjuk, hogy ez bármi lehet, bármi lehet. De azt is tudjuk, hogy hogy kell megoldani, ebben az esetben szorzattá kell alakítani. Így van? Tehát ezt is tanultuk, szorzattá alakítunk. Na most természetesen ez nem jelent semmi mást, tulajdonképpen, mint hogy a megoldó képlet segítségével megkeressük a gyökeit, ugye, mint a két polinomnak, és arra megfelelően fölírjuk két szorzatként a kifejezést. Ugyanakkor én nagyon remélem, hogy hát mindenki tudja, hogy a nevezőben az x négyzet mínusz 1 az ugye x mínusz 1-szer x plusz 1-ként írható föl, hogy ez is egy nevezetes szorzat, illetve hogy az x négyzet mínusz 2x plusz 1, ez pont x mínusz 1-nek a négyzete. Jó? Na most, hogyha probléma lenne, akkor megoldó képette is persze meg tudjuk adni, hogy mik a gyökök, és akkor annak megfelelően szorzattal tudunk alakítani. No, tehát megvan, szorzattal alakítottunk, utána szorzattal alakítás, után a következő lépésünk ugye az a egyszerűsítés. Egyszerűsítés. Jól láthatóan az x-1 szorzó tényezővel, az szerepel a számlálóba és a nevezőbe is, le tudunk egyszerűsíteni. Tehát azt fogjuk kapni, hogy ez tovább egyenlő. Tudom ez, x tart az 1-be jobbról, ugye? X minusz 1 per x plusz 1. No, és akkor ezek után ismételten behelyettesítjük az adott pontot, hogy most el tudjuk-e végezni. Tehát behelyettesítve az 1-et ebbe a kifejezésbe, 1-ből 1 per, ugye 1 meg 1, az 0 per 2. A nullát lehet osztani 2-vel, és az egyenlő lesz nullával. Tehát itt nincs, hogy valamilyen típus lenne, ezt el tudjuk végezni. Azaz, akkor ez lesz nekünk a határértékünk, tehát a nulla létezik. Nem kell okoskodni, mit csinálunk tovább, hiszen nullát lehet osztani kettővel. Azaz, a jobb oldali határérték is nulla lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy ide is nullát fogok írni. És ezt egyenlő ezzel. Azaz, valóban ez a három érték egyenlő. Akkor ebből következik, hogy azt mondjuk, hogy ugye a függvényük ebben az egy pontban ez